Száz éves tölgyek varázslatos birodalma húzódik meg Tata és Tartos között. A Gerecse gyöngyszeme. Méltán szokás így is nevezni a különleges agostyáni arborétumot, mely a Gerecse tájvédelmi körzet ékessége. Ragadjunk hát túrabakancsot, és barangoljuk be ezt a botanikai csodavilágot. A völgy különleges mikroklímáját, a domborzat és a vízfolyás adta helyi éghajlat kedvező hatásait Eszterházy Móricz, hazánk egykori miniszterelnöke fedezte fel. Az ő kezdeményezésére indult meg 1912-ben a szlavón tölgyek, illetve európai vörösfenyők telepítése. Eszterházy Móricz gyakran járt keresztül itt a területen, nem messze, légvonalban másfél kilométerre van egy vadászház, egy Eszterházy vadászház, amely a mai napig létezik, és megállapította, hogy itt milyen jól érezhető a völgyhatás, tehát jó volna, hogyha ide nemesebb fákat telepítenének. Egy rosszul tartott, rontott erdő állt akkoriban, és azt kérte, hogy szlavon tölgyeket, illetve európai vörös fenyőt telepítsenek a területre. Ezek a fák jelenleg a legidősebb fák a területünkön. Az arborétum sajátos mikroklímájának köszönhetően az országban egyedülálló módon több fenyőféléből álló erdőt csodálhatnak meg a látogatók, melyek többsége nem őshonos a területen. A hatalmas gyűjtemény jelenleg közel 300 féle fa és cserjefélét foglal magába. 1953-ban a Magyar Tudományos Akadémia kiírt egy pályázatot. A pályázat célja az volt, hogy tájidegen, de gyorsan növő fák növekedési erejét vizsgálják több helyütt az országban. Keresték a megfelelő helyet, és eljutottak ebbe a völgybe. Az erdőmérnök, akkori erdőmérnök elődök, ők akkor már mondogatták, hogy az európai vörösfenyőnek és még más fafajoknak is meg kellene találni a tájidegen megfelelőjét. Abban gondolkodtak, hogy megpróbálnák itt elültetni az atlasz cédrusokat. 56-ban kezdték itt a növények telepítését. Ekkor az arborétum területe még csak 16,5 hektár volt, majd a 70-es években folyton bővítették, és most 30,5 hektáron gazdálkodunk. A Gerecsei Erdészeti Igazgatóság 11 000 hektáron gazdálkodik. Ritka az a helyszín Magyarországon, illetve az a dombvidék, hegyvidék, ahol viszonylag rövid távon belül megtalálható egy homoki fenyves, megtalálható egy cserestölgyes, megtalálhatók mind az extrazonális, mind a zonális bükkösök, és nálunk még van összefüggő lucfenyves is, ami viszont itt a Dunántúlon, legalábbis a Dunántúli középhegységben gyakorlatilag elenyésző számban mondható el. A völgyen átfutó hidegkúti forrás vizét összegyűjtő patak útjába gátat építettek, és két tavat létesítettek. Ennek köszönhetően az arborétum a legnagyobb nyári kánikulában is kellemes, hűvös klímájú. Tőlünk másfél kilométerre ered egy nagyon kristálytiszta vízi forrás, a hidegkúti forrás. Ehhez csatlakozik több kisebb forrás még. Ennek a vizét feldúzasztották a 70-es években, két víztározót tudtak ezzel létrehozni. Óriási jelentősége van ezeknek a tavaknak, mert rengeteg pára utánpótlást biztosítanak az itteni növényeknek. Nem utolsó sorban nagyon szépek, tehát kedvelik az emberek, szeretnek a tópartján hűsölni. Csöndes séták a fenyvesek mélyén, ráérős elidőzés a tavak partján, esti elmélkedés a kis turistaház lépcsőjén. Az agostyáni arborétum valójában nem csak botanikai érdekességeket kínál. Maga a természetes foglalat, hogy eltűnjünk néhány napra a világ zaja elől, rendezzük végre gondolatainkat, új irányt szabva állandóan száguldó, egyre kaotikusabb életünknek. Titkos zöld rejtek, olyan lehetőség, melyben ha hagyjuk, igaz, természetes tartalmak tisztasága járhat át bennünket lelki és fizikai értelemben egyaránt.